Tavalyi év novemberének végén jelent meg az Európai Bizottságnak a hivatalos közleménye, vagy bizottsági dokumentuma, ami a 2020 utáni közös agrárpolitikának a szakmai alapjait fekteti le. Én azt gondolom, hogy ez a dokumentum, bár nem túl részletes, nyilván a részletek kidolgozása az a következő évnek lesz majd a feladat, vagy ennek az évnek a második felének a feladata, ő minden esetre jó alapokat ad és jelent arra, hogy a közös agrárpolitikában eddig is megfogalmazott célokat tovább lehessen vinni 2020 után. Ők hangsúlyosan jelenik meg az anyagban a fiatal gazdálkodók és az európai mezőgazdaság generációs megújításának a kérdése. Különböző eszközöket kívánnak ennek érdekében alkalmazni, ahogy eddig is tette ezt a közös agrárpolitika. Ilyenek többek között a fiatal gazdálkodók induló támogatását segítő intézkedések, a beruházásaikhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások, illetve a gazdaságok átadásának az ösztönzését szolgáló intézkedések. Én azt gondolom, hogy alapvetően ez egy jó kiindulási alap. Nyilván a részletek kidolgozása az, ahogy említettem, majd közeljövőnek a történése lesz, és el lehet kezdeni majd szakmai tartalommal pontosan feltölteni, hogy milyen konkrét intézkedések tudnak majd megjelenni 2020 után.